Elsősorban gratulálok Vol barátomnak és csapatának, és a csapatomnak is természetesen, mert nagyon jól küzdöttek a lányaink. Körülbelül erre számítottunk, erre a gyors játékra, amit kézben is tudtunk tartani, főként a védekezésünkkel az első fél időben. Ebből a lerohanásaink működtek, a támadásvezetéseink jól értékesítettük. A második fél időben ezt már nem mondható el, bár a küzdelem mégis fent volt a pályán, hiszen 33 faultot tudtunk elkövetni az egész mérkőzésen, viszont a tengelyünkből az érkező átlövőket és a kettes védőpozícióban a betöréseket nem tudtuk úgy megállítani, ahogy kellett volna. Ebből adódóan a támadásvezetésben is elbizonytalanodunk egy picit a plusz 3-as vezetésnél. Ahogy Vova időt kért, ott megtorpantunk és eladtunk olyan labdákat, amit nem lett volna szabad. Ezzel felépítettük újra az MTK csapatát, és sőt, előnyhöz is jutottak. Gratulálok a csapatomnak még egyszer, mert olyan jó tartás és olyan küzdelem volt. Küzdeni akarást mutattak, csapategységet mutattak, amiben újra fel tudtunk zárkozni, és egy kiélezett végjátékban. Ahhoz gondolom, hogy ez a játék alapján megérdemelt döntetlent értünk el. Ez az egy pont számunkra rendkívül fontos, bajnokság előtt vagyunk még. Ha szumáznunk kell, egy nagyon fiatal csapatunk van ebben az évben, 22 év átlag életkorral. Sokszor hiányzik az a játék rutin, amivel türelmesebben és gólra törőbben tudtunk volna játszani, illetőleg a védekezésünkön van még mit dolgozni. Még egyszer gratulálok, és nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy így küzdöttek. Köszönöm szépen. Te hogy láttad? Hát, ahogy... Ugyanúgy. Én is gratulálok az egy ponthoz. Biztos, hogy a játék alapján az olyan igazságos sportban sajnos nincs, de nekem más problémáim vannak, olyan, mint az átok lenne hazai pályán. Az első fél idő az így nézett ki, hogy mindenki menekült a labdától, mindenki másra bízott, hogy csodába. Voltak talált gólok, mondom, az első 15 percen nem is volt ennyire gond. Amikor kerültünk az ember előnybe a Hota 4 ellen, azt lejátszottunk itt egy mínusz egyet, és onnan úgy éreztem, hogy mint elveszítettünk már saját magukat. Már nagyon ritka a jelenlegi statisztika, hogy lerohanásban mi 8-3-mal kapunk ki. A többségben az tényleg nagy csapatok ellen, mondom a Győr, Fradi, a többiekkel, többségben vagy nyerünk, vagy olyan azonos, már nem is emlékszem, mikor így veszítettünk. Erre készültünk egyértelműen, azért megnéztünk a meccseket, és tudom, hogy most mindenből fut a Moson-Magyaróvár. A visszarendeződésük nem volt tökéletes, már csak álltunk és néztünk, hogy mit csinálnak velünk. És amit János is mondja, hogy itt a második fél idő, amikor már úgy volt, hogy elveszítettünk ezt a meccset, hogy senki lelki világunk semmit nem volt, ott már mondtam nekik is, hogy jó, akkor már elveszítettük, akkor kezdjünk küzdeni. És akkor kezdtünk igazából játszani. Felszabadultam idézőjel. Biztos, hogy ki kellett használni a Moson-Magyaróvári hibái, de akkor is átvettünk vezetés. Igazából úgy látszott, hogy annak a csapatnak az az arca. És azt tapasztaltam a Vácot, az első fordulóban az ugyanolyan volt, mint az első, hogy ki, meg múj, de biztos, hogy nagyon gyorsan ki kell lépni ebbe a lelki világba. Senkit nem érdekel, se hiba, se jót, semmi. Az egy kézilabda, az így játszani kell. És aki jobban magába bízik, az győzni is fog. De így, hogy hát... Mondom, most erről beszéltünk az öltözőben, és mondom, biztos, hogy következő a Fradi, az nem olyan egyszerű, de így kell játszani, mint abban a három meccsben, három fél időt, és egyértelmű a statisztika is, mondom, nálam is ugyanolyan, de annak a mérkőzésnek inkább a lelki a dolgai domináltak. Mikor az első fél időben, 15. percben már szárnyalt a Moson-Magyaróvár, és ugyanolyan szituáció alakult a második fél időben. Mondom, itt a szerencsé, hogy bármilyen csapat győzött volna, de nem érdemelt volna a vereséget egyik se. Köszönöm szépen. Mani, a lelátóról nézve, egy nagyon jó filmes, nagyon köszönös.
Én is gratulálok az MTK-nak, de gratulálok a mi csapatunknak is, mert én úgy gondolom, hogy az első fél idő, tényleg úgy gondolom, hogy mi uraltuk a meccset, de aztán a második fél időben volt egy olyan, amikor 3-4-nél nem tudtunk még tenni közé, hanem hagytuk, hogy feljöjjön az MTK, és ezt kegyetlenül kihasználták. Ilyen meccsre is készültünk. És nagyon büszke vagyok a csajokra, mert tényleg, amit a végén csináltunk, együtt megfogtuk egymás kezét, és ez csak így lehet. Én úgy gondolom, hogy az első fél időt ezt mi nyertük, a másodikat ők, és ez most valahogy így igazságos. Először én is gratulálok a Mosonmagyaróvának, hát nagyon hullámzó mérkőzés volt mind a két csapatnál. Amit Vova is mondott, az első fél idő az, amit megbeszéltünk, egyáltalán nem csináltuk, egyesével álltunk védekezésben, nem segítettünk egymásnak, és igazából olyan kicsit olyan bambultunk egymásra is a pályán. A másodikban teljesen a másik arcunkat mutattunk, és remélem, hogy ez az igazi arcunk, ami Vácon is volt, és ami most a második fél időben, úgyhogy ebből kell építkezni, és én remélem, hogy ezt megtartjuk.